Új gépsorátadással ünnepelték a több mint 25 éve működő üvegipari szolgáltatást Máiban, ahol a Máiglasz Kft. Telephelyén vezették körbe a meghívott partnereiket. A családi vállalkozásban működő cég hagyományos üvegtermékek kereskedelmével és különféle speciális hőszigetelt, biztonsági üvegszerkezetek előállításával foglalkozik, amelyet folyamatosan fejlesztenek. Az ünnepélyes gépsorátadón részt vett Tálai András miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, Bihal Tamás, a Borsodabaú Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke és a település polgármestere Viszokai István, akik ünnepi beszédeikben méltatták a sikeres helyi vállalkozást. 1995 óta készít hagyományos üvegtermékeket és különféle speciális hőszigetelt, biztonsági üvegszerkezeteket. A cég a legkorszerűbb üvegipari technológiával, széles termékkínálattal, kreatív megoldásokkal és kitűnő szakértő csapattal vált az elmúlt több mint 25 évben Magyarország és több kelet-közép-európai ország megbízható gyártójává. A vállalat tevékenységi körét folyamatosan bővítve a leginnovatívabb csúcs technológiás üvegtermékeket kínálja partnereinek. Egyéni vállalkozásból maga Pásztor Sándor indította el, akkor még egy számoga, ma már nincs egyedül. Ma már az egész családja vele van, és az a ritka cégek egyike, hogy együtt a család. A céget szüleim alapították 25 évvel ezelőtt. Először üvegkereskedelemmel kezdtek, majd lakossági üvegezéssel, később hőszigetelt üvegeket gyártottak, és ahogy nőtt az igény, több telephelyet építettek. Az elsőt az 2000 környékén egy 350 négyzetméteres telephelyet a faluban, mert később kiebb költöztek, és 2006-ban építettük meg körülbelül egy 1000 négyzetméteres üvegfeldolgozót. Majd ezt bővítettük 2019-ben, és közben folyamatosan béreltünk más telephelyeket is, és ahogy fejlődött a cég, úgy telepítettünk új gépsorokat. Jelen pillanatban több vágósorral dolgozunk, több hőszigetelt üveggyártósorral, és két évvel ezelőtt elkezdtük kiépíteni a feldolgozott üvegtermékekkel foglalkozó részleget, ahol CNC-k, laminálók, csiszolók dolgoznak, amik a belső építészeti üvegtermékeket, korlátokat, zuhanykabinokat állítják elő. A vevőkörünk egyrészt azok nyilászáró gyártókból állnak, akik PVC, fa, alumínium vagy függönyfalakat gyártanak. Ugye ezek vagy lakossági kiszolgálásra mennek, vagy nagyobb ipari irodaházak, hotelekbe komolyabb üvegszerkezetek kerülnek. A másik vevőkörünk pedig maguk a építőipari cégek, vagy olyan viszonteladó üvegező cégek, akik ezeket a zuhanykabinokat vagy belső építészeti üvegtermékeket beépítik. A harmadik szegmens pedig a technikai üvegeket vásárolják különböző otthoni felhasználásokra, sütőkbe, liftekbe. Közel áll ez a cég a szívemhez, hiszen jó 30 évvel ezelőtt egy kis garázs pár négyzetméteren kezdődött el az a sikertörténet, ahol a kezdetek kezdetén még az öcsém is alkalmazottja volt az akkor még egyszemélyes vállalkozásnak. Amiről a mai népi szájhagyomány ennyi idő után is jó szájízzel emlékezik vissza. Annyi év elteltével, mint mindig úgy tartják, hogy egy olyan vállalkozás kezdte el akkor itt Máiban a működését, ami igazi, emberbarát szolgáltatást nyújtott a mikrokörnyezetében élőknek. Nem volt olyan feladat, amit ne teljesítettek volna, és nem volt olyan, aki ne segítettek volna, ha a helyzet úgy kívánta. Az okos üvegeket emelném ki. Ezek elektronikával és szoftverrel látott kombinált üvegtermékek. Ilyenek az LCD kapcsolható üveg, az integrált reluxás üveg, vagy a legújabb az SPD elsötített üveg. Ezek a gépek, amiket most letelepítettünk, ezek csúcs technológiai gépek, viszont új csarnokot szeretnénk majd építeni a közeljövőben, és ezeket a gépsorokat minél jobban, még jobban leautomatizálni, még jobban digitalizálni.